Zsúfolásig megtelt csarnokban négy utánpótláskorú játékossal a soraiban vívta a soros Magyar Kupa mérkőzését a Kozár Mislenyesek kézilabda csapata. Az ellenfél az egy osztállyal feljebb játszó GVM Europe Vác együttese volt. A házigazdák ugyan nem mennek tovább a kupában, ennek a találkozónak mégis sok győztese volt. A legkisebbektől a legnagyobbakig fergeteges hangulatot teremtve mindenki egy emberként szurkolt a Kozár Mislenyi csapatnak. Több sérültünk is van, és úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatjuk az ő játékukat semmilyen formában, hogy felépüljenek biztosan a hétvégi bajnokira. És hát vannak fiatal tehetségeink, akiknek most megadtott a lehetőség, hogy NB1-es csapat ellen kipróbálják magukat, és nagyon boldog vagyok, hogy nem volt tele az a bizonyos gatya. Felvállalták a dolgokat, ha jól emlékszem, mindegyiküknek gólja is volt, szerintem örök emlék marad nekik. Köszönöm Gyulai László kollégának a kiváló munkát, aki ugye felkészítette őket. Hát ezeknek a gyerekeknek most megnyílt egy ajtó, úgy gondolom, hogy be is léptek rajta, úgyhogy most lesz feladat, hogy kicsit a felnőtt csapat irányába nekik is lehetőséget adjunk. Nagyon nagy különbség van a két csapat játéktudása között és sebessége között. Annak örülök, hogy ebből mi most tapasztalhattunk egy kicsit, látjuk azt, hogy mi az irány. Én alapvetően most örülök, jó hangulatba fog telni a holnap utáni napunk a pénzügyőr meccsre való felkészülésben. Összességében a papírforma érvényesült. A Vác komolyan vette a találkozót és jó játékkal jutott tovább. Ez számukra azt jelenti, hogy karnyújtásnyira, azaz egyetlen győztes meccsre vannak a hőnáhított Final Four-tól. Minden fontos, minden mérkőzés természetesen, mind a magyar bajnokság, az EF kupában is azt is nagyon komolyan vettük, és a magyar kupában is. Hát tavaly is ugye bejutottunk itt ide, eddig a körig, és akkor itt az Érd ellen kaptunk ki, ezután a kör után. Én nagyon remélem, hogy szerencsénk lesz a következő fordulóban, és egy jó játékkal akár a négyes döntőbe is bejutatunk, az nagyon nagy dolog lenne a számunkra. Egy jó partner volt ebben a Kozár Mislen, jó íramú mérkőzést tudtunk velük játszani, tehát mind a két csapat attól függetlenül, mert nagy volt a különbség, de 60 percen keresztül a maximumot próbálta végig nyújtani. A nagyon jó hangulatban, tényleg nagyszerű szurkolás közepette tudtunk készülni a következő feladatokra. Elsősorban nekünk ugye Lakatos Itának a beépítése a legfontosabb dolog mostanában, hiszen egy hete érkezett haza Norvégiából, tavaly is nálunk játszott, és ő kapott igazából több játék lehetőséget, és vele próbáltuk mind a védekezésben, lerohanásban, támadásban, visszarendeződésben azokat a játékelemeket gyakorolni, ami a csapatnak a sajátja. Kovács Tamás, a Kozár Mislenyese vezetőedzője elmondta, hogy a csapatnak hatalmas élmény volt telt ház előtt játszani. Az edző bízik abban, hogy a bajnokságban is ilyen szép számmal látogatnak majd ki a szurkolók a mérkőzésekre.